Music Channel. A Menetszél című dalunk az a márciusban megjelenő emlékbe albumunk egyik új trackje volt, úgyhogy nagyon vártuk, hogy készítessünk hozzá már egy olyan vizuált, ami méltó vagy illő lehet hozzá, és hát a karantén alatt tulajdonképpen erre így volt kapacitásunk, hogy dolgozunk rajta, mi mégis egy nagyon egyszerű vizuál mellett döntöttünk. Volt több klip ötletünk is, végül egy ilyen egysnittes megoldás mellett döntöttünk. Régóta terveztünk már egy ilyet, nem akartuk most ezt így túl gondolni, annyira 80-as évek magaddal, hogy ezt nem szerettük volna annyira így erősíteni így a képi világban, ezt már azért többen megcsináltak, és nem szerettünk volna ez így beállni a sorba, hanem inkább egy ilyen nagyon egyszerű megoldást választottunk. Ami oké, hogy egyszerűnek tűnik, de a forgatás szempontjából nagyon nem volt az. Délután 2-től egészen esti naplementéig próbáltuk a jeleneteket, amíg tökéletesre sikerült az egyik verzió, tökéletes fényben. Biancát, a klip főszereplőjét én már gyerekkora óta ismerem. Hát egy elég erős karakter van, és egy instája a European Cannibal néven. Szerintem érdemes ránézni. Mindent elárul róla. És mindenképp egy ilyen erős karaktert szerettünk volna találni ez a kliphez, és szerintem a legjobb választásunk ő lett. Ha ez volt a célod, te nyertél, nekem már semmi nem számít. Hisz tudom az úton a meredt szél, minden könnyet felszállít. Amikor a Menet szél című dalt írtam, akkor emlékszem, mentem föl a stúdiómba, akkor még a Naphegyen volt, és szombat este volt, és forrongott a város, én pedig éppen irgalmatlan lemezkészülődésben voltam, és meg egy ilyen párkapcsolati mélypontban, amiből így jó volt így elmenekülni, meg kiszakadni, erre ugye a stúdióm remek helyszínt adott, szóval ez abszolút érződik egy ilyen, teljesen ösztönösen néhány óra alatt megírt dalról van szó, aminek a végére érve azt gondolom, hogy sikerült itt túltennem magam az akkori mélyponton, szóval ismét volt az írásnak egy ilyen terápiás jellege. Közel a távol integet, egy új világ, egy új világ! Egy új világ, egy új világ! Az volt a terv, hogy márciusban a lemez megjelenés napjával, egy lemez bemutatóval ünnepeljük meg az emlékbe albumunkat, de ugye ez a vírus adta helyzet miatt elmaradt, viszont abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy azonnal megtaláltuk a pótlás dátumát. Szeptember 19-ére esett az új nap, úgyhogy tulajdonképpen most erre készülünk gőzerőkkel, de már hallottam, hogy 500 fő alatti rendezvények lehetnek, úgyhogy egyéb kreatív ötletek is elindultak, ami által végül is kihasználhatjuk ezt a helyzetet. Még akkor is, hogyha egyébként úgy álltunk ennek a szezonnak neki, hogy a nyarunk az off. Legfőképpen nyilván az augusztus 15-i utáni rendezvények azok, amik abszolút evidenciában vannak, így leszünk a strandon, ott indult tulajdonképpen nekünk a szezon. Aztán utána, amit mondtam, szeptember 19-en az A38 hajón már úgy mutatjuk be az emlékbe albumot, hogy mindenki kívülről fújja a dalokat.